A fúrás célja kis átmérőjű lyukak forgácsolással történő kialakítása, vagy a már meglévő lyukak nagyobb átmérőre való forgácsolása. A felülethez viszonyítva a furatok helyzetek különböző lehet. Gyakoriak a kis furatok nagy terjedelmű alkatrészeken. A furatok felületi simaságuk, pontosságuk és méretük szerint különböző. A fúrás különféle fúrószerszámmal végezhető el, úgy mint szívfúróval, központfúróval, csigafúróval. A fúrónak forgácsolás közben haladó mozgást is kell végezni a fúrás irányában. Ezt a mozgást előtolásnak nevezik. A fúráshoz szükséges a munkadarabot rögzítő eszköz, a fúrandó anyag, a fúrószerszám, a fúró befogását szolgáló berendezés, a fúró vagy munkadarab forgatását és előtolását biztosító kézi vagy gépi erő, valamint a fúrószerszámot hűtő folyadék. A szívfúrót a fúrók ősének nevezik. Szerszámacélból készül kovácsolás útján, majd megfelelően kialakítják és megedzik. A szívfúró részei a fej, rajta a két fővágóél és a keresztél, a nyak, valamint a szár, amely lehet négyszögletes vagy hengeres. Szögei pedig a hátszög, az égszög, a homlokszög és a csúcsszög, amelynek értéke körülbelül 118 fok. A szívfúrót furatok felfúrására használják. Előnye, hogy egyszerűen és gyorsan elkészíthető. Hátránya, hogy csak lassú fordulatnál használható, nincs vezetése, pontatlanul fúr, a furatból nem hozza ki a forgácsot, és újraérezés után csak kisebb furat készíthető el vele. A központfúratok speciális feladatokat töltenek be. Általános feladatuk a tengely jellegű munkadarabok csúcsok közötti kitámasztásához fészek készítése. A központfúró szerszámacélból készül, a felhasználástól függően különféle méretben. Részei a szár, a süllyesztőfúró és a hengeres fúró. A süllyesztőfúró lehet 60-90 és 120 fokos. A központfúrat lehet védőkúpos, vagy védőfészkes. A különféle fúrótípusok közül a legelterjedtebb és a legáltalánosabban használt a csigafúró. Anyaga szerszámacél, gyorsacél, vagy a fővágóélre felforrasztott kemény fémlapka. Jellemzője a csavarvonalszerű forgácshorony, amely lehet kis vagy nagy emelkedésű. A fúrórészek megnevezése szabványosított. A dolgozó rész elemei a két vagy több fővágóél, a keresztél, a vezetőszalag és a forgácshorony. A dolgozó rész után következik a nyak, majd a szár, amely hengeres vagy kúpos kiképzésű lehet. A csigafúró egyik fő részét a szalag terület képezi. Átmérője a szár felé fokozatosan csökken, mely a fúró átmérőjétől függően 100 mm-enként 0,3-század, 0,2 mm lehet. Célja, hogy a szalag felület enyhén kúpos legyen, így a fúró nem szorul be a furatba. A csigafúró szögei visszavezethetők az elemi élkiképzésre. Az alfával jelölt a hátszög, a bétával jelölt az égszög, a gammával jelölt a forgácsszög, és a csúcsszög, amely általában 118 fok. A homlokszöget a fúrón végigfutó csavarhorony határozza meg, ezért ez állandó. A forgácsolóélek újraélezésekor sem a fúró mérete, sem pedig a homlokszög nem változik.
A csigafúró dolgozó részét tehát teljes egészében el lehet használni. A keresztélt általában 55 fokra kell kiképezni, a fő vágóélhez viszonyítva, de csökkentett kivitelben is készülhet. Ilyenkor értéke 137 fok. Összefoglalva, a forgácsoló munkát a fő vágóélek végzik. A keresztél nem forgácsol, hanem állandóan központban tartja a fúrót. A forgás eltávolítását a forgácshornyok végzik. Fúráskor a fúró bőséges hűtéséről gondoskodni kell, mert minden szerszám a cél a növekvő hőmérséklet hatására egy bizonyos hőfoktól felfelé már elveszi keménységét, kilágyul. A hőmérséklet tovább növekszik, a szerszám leég. A szerszámkopás ugyanazon szerszám a célnál, ugyanazon megmunkálandó anyagnál és egyazon forgácsoló sebesség mellett mindig ugyanazon idő elmúltával következik be. Ezt az időt a szerszám éltartamának nevezik. Minden forgácsoló sebességhez más-más éltartam tartozik. A forgó mozgásban lévő test minden pontja körívben mozog. Ezeknek a pontoknak kerületi sebessége más és más. A legkülső körívben fekvő pont sebessége a legnagyobb, ez a sebesség a forgótest tényleges kerületi sebessége, amelyet vágó sebességnek neveznek. Jele V, mértékegysége méter per perc. Képlete V egyenlő D-szer P-szer M per 1000. A forgómozgást forgácsoló főmozgásnak, a tengely irányú haladó mozgást forgácsoló mellékmozgásnak, előtolásnak nevezik. A fúrószerszámmal fúrás közben be kell hatolni az anyagba. A behatoláshoz állandó erőt kell biztosítani. Ezt a tengely irányú erőt előtolási sebességnek nevezik. Mértékegysége milliméter per fordulat. A nagy átmérőjű furatok megmunkálásánál a fúró kereszt élének nyomó hatása miatt a munkadarabot kisebb fúróval előfúrják. Az így előfúrt munkadarabnál a nagyobb fúró kereszt élének nyomó hatása megszűnik, mivel az a forgácsolási munkából kiesik. A fúrás munkaszabályai a műveletvégzés menetét, módját szigorúan előírják. A furat elkészítésekor különféle hibák fordulhatnak elő. A hibát fel kell ismerni ahhoz, hogy következtetni lehessen belőle a hiba okára, és megállapítható legyen a kiküszöbölés módja. Az egyik leggyakrabban előforduló hiba, hogy a furat átmérő nem méret szerinti. Ezt előidézheti a hibásan köszörült fúró, amikor is a furat ovális lett. A hiba oka a fővágóélek egyenetlen kiképzése. Ezt az ellenőrző eszköz is jól mutatja. A hiba kiküszöbölhető a fővágóélek újraélezésével. A furat átmérő nem lesz méret szerinti akkor sem, ha üt a fúrógép főorsója. Ugyanígy nem méret szerinti furatátmérőt eredményez, ha a csökkentő hüvelyek közé titok kerül. Ilyenkor a csökkentő hüvelyt meg kell tisztítani a szennyeződéstől. Üt a fúró akkor is, ha a fúró görbe vagy szára roncsolódott. Ebben az esetben ki kell egyengetni a fúrót, vagy fel kell szabályoztatni a fúrószárat. Nem méret szerinti furatátmérőt okozhat az is, ha a munkadarab nincs kellően rögzítve, központosítva a gép asztalán, vagy a befogó készülékben. Ez a hiba kiküszöbölhető a munkadarab mindenkori központosításával és kellő rögzítésével. Ha a szegnyerek segítségével végzik el a fúrás műveletét, a szegnyerek orsójának mozgását mindenkor szabályozni kell. A furatok változó mélysége ugyancsak a gyakran előforduló hibák közé tartozik.
Ez a hiba is több okból adódhat. A fúró vége nem ütközik a fúrókészülékben, munkaközben a fúró becsúszik a tokmányba. A fúrót tehát a befogókészülékben mindenkor kellően rögzíteni és ütköztetni kell. Ugyancsak változó furatmélységet okozhat az, ha az ütköző a fúrás tengely irányában elmozdul. A hiba az ütköző megfelelő rögzítésével kiküszöbölhető. Az is hiba, ha a furatfala sérült, egyenetlen, durva. Ez a hiba adódhat abból, hogy a fúró rövid, éles sérült, kopott. Ilyenkor hosszabb dolgozó éllel rendelkező fúrót kell választani, vagy a furatot gyakrabban kell megtisztítani a forgástól. Sérült furatfalat eredményezhet az is, ha rossz a forgás elvezetése, a fúró beszorul, beragad. A hiba kiküszöbölhető azzal, ha a fúró csúcsszögét 118 fokra köszörülik, és a fordulatszámot csökkentik. Sérült furatfalat okoz a leégett keresztérű fúró. Ebben az esetben a fúrót újra kell élezni. Az anyagot harapja a fúró akkor, ha a fővágóél ki van csorbulva. Ilyenkor is a fúró élezése segít. A fúrás közben az élszalag kicsorbult vagy elégett, a fúrót ki kell cserélni, és módosítani kell az előtoláson, a fordulatszámon, valamint a hűtésen. Sérült furatfalat idéz elő, ha a fúró hűtése nem megfelelő. Ilyenkor a furandó anyaghoz megfelelő hűtőfolyadékot kell kiválasztani, és bőséges hűtésről kell gondoskodni. Hibának számít, ha a furat perde, vagy nem egytengelyű. Ez a hiba előfordulhat akkor, ha a munkadarab nem fekszik fel a gép asztalán, vagy a munkadarabot befogó készülékben. Ha a befogó készülékbe a munkadarab alá szennyeződés kerül, a furat nem lesz megfelelő helyen. Ezért a befogó készüléket mindig gondosan ki kell tisztítani. Perde lesz a furat akkor is, ha a gépsatú emel. A gépsatú megjavításával a hiba kiküszöbölhető. A fúrási hibák közé sorolható az az eset is, amikor furateltérés tapasztalható. Ez a hiba adódhat abból, hogy a furat középpont félre van pontozva. A pontozást mindenkor gondosan kell elvégezni. Furateltérést okozhat a nem szakszerűen előkészített központfurat is. A süllyesztés berágódott, furateltérést okoz. Ennek elkerülésére megfelelően rögzíteni kell a munkadarabot, a fúrót vagy a szegnyerget. Módosítani kell a fordulatszámot és az előtolást, továbbá a fúrót nyomásra kell megköszörülni. Az összefurkált fúrógépasztal onnan adódik, hogy nem ügyeltek a fúró kifutására, vagy nem vették figyelembe a főorsó holtjátékát. Ilyenkor az ütközőt be kell állítani, vagy korrigálni kell az orsó hosszirányú mozgását, valamint alátétet kell alkalmazni. A fúró hornyának emelkedését a furandó anyag minőségéhez kell megválasztani. A fúró két fővágóéle nem egyformán van aláköszörülve, csak az egyik él forgácsol, a másik él nem ér az anyaghoz. Ilyenkor a fúrót újra kell élezni. A művelet végzéssel kapcsolatos hibák közé tartozik az, amikor a fúró törik. Ha a hiba abból adódik, hogy az előtoló erő túl nagy, akkor az előtolást csökkenteni kell.
Az anyagban előforduló zárványok szintén fúrótörést idézhetnek elő, ilyenkor a fúrást be kell szüntetni. Hangsúlyozni kell, a keresztél kialakítása mindig az elkészítendő furattól függ. A nagy keresztél is okozhat fúrótörést. A rosszul vagy egyáltalán nem rögzített anyagnak is fúrótörés a vége. Az anyag helyes lefogása mindenkor fontos alapfeltétele a furat elkészítésének. A fúró eltörhet abban az esetben is, ha nincsen kitámasztva. Esztergapadon történő fúráskor a fúrót mindenkor ki kell támasztani. A fúró törése elkerülhető, ha az anyag minőségét figyelembe véve alakítják ki a fúró szögeit.